budavári önkormányzatról, remélem közismert, hogy hagyományteremtő és hagyománytisztelő önkormányzat. A Virág Benedek díjat évekkel ezelőtt hoztuk létre, az alapító okirat szerint 2 pedagógus kapja meg minden évben, ez alól nem is nagyon volt kivétel. Én azt hiszem, hogy jó ez, hogy csak 2, a 2 több, mint 1, ha meg akárhányan kaphatnák, akkor kicsit talán ennek a jutalomnak, ennek a díjnak a emelkedettsége csökkenne. Én minden esetre magam részéről, miután én is pedagógusként vagyok alpolgármester, nyugodtan mondhatom, hogy legalább évente egyszer mindenkit, aki az iskola közelében jár és dolgozik, legyen ez a pedelustól, a takaríton keresztül, tanítónő, napközis, tanár, igazgató, mindenki, egyszer illik megdicsérni, megköszönni a munkáját, úgyhogy én ezt most meg is teszem, és arra kérem önöket, hogy tolmácsolják a kollégák felé is, hogy nagy hálával van az önkormányzat mindazok iránt, akik ezt a pályát művelik és kitartanak. Budavári Virág Benedek díj adományozható azon személyeknek, akik az első kerületben kiemelkedő oktatónevelő munkájukkal hozzájárultak a gyermekek eredményes neveléséhez, az oktatónevelő munka megújulásához, valamint vonzó és példaértékű pedagógus egyéniségek és legalább 5 éve a budavári önkormányzat területén működő oktatási és nevelési intézményekben tevékenykednek. A budavári önkormányzat képviselőtestülete 2018. május 24-i ülésen budavári Virág Benedek díj adományozásáról döntött Török Zsuzsanna, a Brunswick Teréz budavári óvodák óvodapedagógusa részére. Kérem Török Zsuzsannát, hogy fáradjon át és vegye át a díjat. Zsuzsi néninek köszönhetően a gyermekek nem csupán felügyelet alatt voltak napközben, hanem az őket körülvevő szerető közegben sokkal többet kaptak. Valódi személyre szabott figyelmet, az egymással való felszabadult együttlét és játék örömét, a természet és a népi játékok és hagyományok szeretetét. Szülőként annak a fortéját is el lehetett tőle lesni, hogyan lehet szavak nélkül csupán egy szerető tekintettel meggyőzni az apró népet. Nem csak nevel, hanem elsimít és kiteljesít minden nap. Ezért úgy is hívhatjuk, ő egy igazi gyerekkerekítő. Zsuzsi néni sohasem tévesztette szem elől a legfontosabbat, a gyermeket. Nem vált fásultá a hosszúra nyúló életpálya során. Mindent elárul egy óvodapedagógusról, ha a gyermek visszamegy még egyszer elköszönni tőle, megöleli, suttognak valamilyen titkos megállapodásról, és hát várja, tényleg várja a másnapi találkozást. Zsuzsi néni méltán szolgálhat példaként arra, hogy miként lehet az ember egyszerre vezető, gyakorló óvodapedagógus és szülő. Nem csupán helytáll, de példát is mutat, és magasra teszi a mércét, kollégáinak és a szülőknek egyaránt. Köszönjük sok szeretettel, Zsuzsi néni. Hálás vagyok szüleimnek, hogy segítettek olyan hivatást választani, amiben mindig örömet leltem, sikereket értem el. És ezt tettem 40 éven át az iskola utcában. Ebben a munkahelyi környezetben építettem fel pedagógiai munkámat, szeretetteljes kapcsolatban vezetőmmel, kollégáimmal. Telephelyvezetőként próbáltam jó példát mutatni, jó ember lenni, akinek a gyerekek szeretete az életében a legfontosabb. Egy idézettel zárom köszönő szavaimat, az idő múlása arra szolgál, hogy az ember lehetőséget kapjon a fejlődésre, hogy bölcsebbé váljon, kiteljesíthesse önmagát. Köszönöm szépen. A budavári önkormányzat képviselőtestülete szintén budavári Virág Benedek díjat adományozott Takács Zoltán, a Toldi Ferenc gimnázium testnevelő tanára, igazgató helyettese részére. Megkérem Takács Zoltánt, fáradjon ki, és vegye át a díjat. Utána pedig kérem Porogi Andrást, hogy méltassa a díjazottat. A pedagógus pálya nem karrierpálya. Az ember elkezdi 24 éves korában,
bemegy az osztályba és tart egy órát. Aztán elmúlik néhány év, és 65 éves korában bemegy az osztályba és tart egy órát. Összesen kb. 30 ezer órát tart egy pedagógus a pályás során. Zoltán pedig jól lehet igazgató helyettesként az utóbbi években kevesebb a kötelező órája, de túl van már a 20 ezrediken. A titok, hogy az ember a 20 ezredik óráját is hasonló hittel és lelkesedéssel tartsa, mint az elsőt. Kicsit okosabban, kicsit tapasztaltabban, kicsit jobban, de ugyanolyan lelkesedéssel. És nem megy ez másként, csak úgy, ahogy az alpolgármester úr is mondta, ha szereti a gyerekeket. Zoli munkájára ez a hit, ez a gyerekszeretet a mai napig jellemző. Ezt a díjat Takács Zoltán kapja, de az eredmény az nem Takács Zoltáné, hanem a Toldi gimnáziumé. Tehát csak is kizárólag ott tud így létrejönni, hogy olyan tantestület él és működik együtt, ahol ilyen igazgatással, ilyen együttműködéssel, ahogy most az András itt elmondta, érzelmi húrokat pengetve, és ez így van. Így van. Vannak közös olyan tablóink, ahol tényleg ilyen nyeretlen két évesek vagyunk együtt, és most itt vagyunk a küszöbön ma holnap, de megérte. Megérte.